Ezúttal egy 22 éves férfi életét követelte a halálszakasz. Egy közlekedési baleset történt a 83-as főúton, hétfő reggel Győr-Szemere közelében. Meghalt egy fiatal fiú, aki ebben a szürke BMW-ben utazott Győr irányába. Úgy tudjuk, előzésbe kezdett, azonban rosszul mérte fel a terepet. Feltehetően a csúszós talaj és a magas sebesség miatt elveszítette a kocsi irányítását, és a vele szembe jövő buszba csapódott nagy sebességgel. A magyar rendszámú kocsi az árokba kötött ki az ütközés után. Rendelkezésünkre álló adatok szerint egy 22 éves fiatalember közlekedett személygépkocsijával tét felül Győr irányába, amikor előzésbe kezdett, és sajátságával való visszatérés során elvesztette uralmát járműve felett. Ennek során egy szemből érkező autóbusznak ütközött. A személygépkocsi vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit a győri rendőrkapitányság vizsgálja. A buszon a sofőrön kívül senki nem utazott, ő nem sérült meg az ütközésben. A helyszínelés idejére mindkét irányból az érkező forgalmat tényő felé terelték a rendőrök.